az egy motorsport csomag. És hiába ugyanaz a kaszni, éppen azért, mert a futóműben, az erejében, a felhasznált anyagokban más technológiát képvisel, így teljesen más vezetési élményt is ad. Csak nyomok egy M2-t, ami előre van beprogramozva, akkor minden megváltozik. Ugye a fék, a kormányzás, a keményebb a futómű is, és a hang is rögtön megjelenik, a jobban a kipufogó hang megy nyit. Úgyhogy egy pillanat alatt egy gombja másra átváltozik az autó. És hát ez a változás is egy olyan dolog, hogy jó érzés, hogy megnyomod, és így megváltozik az autó, mint egy Transformer. Most éppen van nyomva az M2. Ha valakinek kevésbé jó a vezetési tudása, és megnyomja ezt a zengombot, és föl van programozva az autó maximumra, azért ott teljesen másképp működik a gázreakció, a kormányzás, a pedál. Tehát mind az egész autodinamikája megváltozik, és ez tényleg ilyenkor egy versenyautóvá válik az autó. Úgyhogy én azt mondom, hogy aki még nem ment ilyennel, és az M-es irányba tendál, mindenképpen először próbálj ki egy teszten, hogy tetszik neki, és utána pedig menjen el egy olyan M-es vezetéstechnikai tanfolyamról, ezeket elmagyarázzák, mert nagyon sok lehetőség van az autóban. Mások éreznek, főleg, hogy átnéznek és felismernek, és akkor inkább még jobban figyelek arra, hogy ne versenyezzek, mert azt gondolom, hogy a közutakon felelősek vagyunk magamért, a többiekért, és ebből nem alakul ki egy verseny, mert itt is 70-nel lehet menni, és már most 60-nal megyünk, tehát nem is nyomtam gázt. Úgyhogy én tényleg az adrenalin mindig létesítményben szoktam így levezetni. Nagyon jó érzés, hogy lehetősége megvan annak, hogy nyomhassam, és hogy visszaváltok akkor olyan hangot ad az autó, amit így élvezek és boldogságot ad, de hát közút az nem versenypálya. Most ugye M2 programban vagyunk, ez a maximális, amit ebből ki lehet hozni feszességbe és sportosságba, de most lekapcsolom, akkor ízre nincs olyan hang, nincs az érzés benne, de így is nagyon jó az autó. Én nem félek a motoron, mert sokan, mikor ezt elvaszoltam mondani, azt mondják, hogy te félsz a motoron? Nem. De ha bemegyek egy keresztelődésbe, még akkor is, ha nekem van elsőbségem, nekem mindig a féken van a kezem. Mert számítok arra, hogy motorosként nekem esetleg mentenem kell egy bizonyos helyzetet. Ugye motoron sokkal jobban ki vagyunk téve annak, hogy valami sérülést érhet minket, hogyha baleset van. És ez nem a félelem, ez inkább ilyen prevenció. És valószínűleg abból jön, hogy ha járművet vezetek, vagy közlekedem, akkor a versenysportban is azt tettem, akkor így maximálisan oda koncentrálok. Képzeld, ami nagyon érdekel, az nagyon érdekes, hogyha mondjuk konfigurálnék magamnak autót, és nem lehet M-es, de mégis mondjuk egy M-paket, vagy bármi, ez a plusz a dolog, ami az M-es irányba viheti az élményt, akkor az a fék. Mert ez egy M-es fék, az egy rendkívül nagy hatalom. Hogy bármi van, mert nagyon jók az alapfékek, de hogyha egymás után tényleg még egy versenypályára felmész, és négyszer-ötször nagyot fékezel, akkor egy alapfék, ezek elnyúlnak, tehát a motornál is, autónál is. De ez egy M-es fék, az egy örök garancia, tehát ott mindig megáll az autó. És ezért megint a prevenció, amit bennem van, hogy ez így előjön, hogy talán még 8-10 éve, amikor így gondolkodtam magamnak a konfigurációban, az azóta is bennem van, hogy az M-es fék az egy ilyen alaptolog, tehát ha az lehet opció, akkor az mindenki volt.